Sziasztok, ez itt Levina csatornája. A pulton sok-sok szanzavérát vagy anyos nyelvet láttok, róluk fog szólni ez a mai videó. Szeretném ezt a kedvelt és trapabíró szobanövényt bemutatni, ha esetleg még nem ismernétek, bár szerintem szinte minden lakásban található belőle egy-két példány. Nálam elég sok van, mint látható, és még nem is hoztam ide mindet. Ez egy törpefajta, tehát nem fog olyan magasra megnőni, mint az a növény, amit általában ismerünk. Ami akár egy 70-80 cm magas leveleket is tud fejleszteni, ezek ilyen kicsi, kompakt növények, és most az egyiket meg fogom mutatni, hogy hogyan fogom tőosztással szaporítani. Itt látszik, hogy hozott egy gyermeket, és szét fogom ültetni, mert szerintem ezek a törpe fajták jobban mutatnak, hogyha nem telenövi a cserepet, hanem csak egy-egy növény van egy cserében, egyébként is kis cserepekben szoktam őket tartani, nagyon jól lehet őket elhelyezni ablakpárkányon, virágálványon, és nagyon jól mutat, hogyha mondjuk csak ez a növény van egy ablakpárkányban, de abból viszont több példány. Én egyet-kettőt vásároltam annó, és hát ennyi lett belőlük, de mondom, nem is hoztam ide mindet. Nagyon könnyen szaporítható, persze azért ez több év eredménye, de hogyha jól érzik magukat, akkor elég sűrűn hoznak új sarjat, tehát itt is látszik, hogy már elég szép nagyra nőtt ez a gyermek, és itt a mellette lévőnél is ez már egy új egyet, tehát őt is át lehet ültetni. Amikor már majdnem utoléri az anyanövényt, akkor szoktam leválasztani őket, az a tapasztalat, hogy akkor szebben fejlődnek a kicsik is, hogyha nagyon kicsin távolítjuk el őket, akkor ezt megsínyli. Egyébként az anyós nyelvről annyit kell tudni, többféle fajta létezik belőle, ahogy említettem, nagyobb méret, kisebb méret, a leveleknek a színe, a mintázata, tehát ezek ilyen sárga szélű levelek, de létezik belőle teljesen zöld is, és egyébként pedig mindegyiken van valamilyen rajzolat, itt is láthatjátok, hogy kicsit a halpikkelyre emlékeztet. Rendkívül jól viseli a szobai körülményeket, nem igényel sem a talajra, sem az elhelyezésre. Persze, hogyha naposabb, világosabb helyen tartjuk, akkor szebben fog fejlődni, egy sötét sarkot is elvisel, akkor nem fog annyi új levelet hozni, és hogyha igazán jól érzi magát, akkor még virágot is fog hozni. Íme így néz ki egy ilyen virág, édes illatú, mézes harmattal. Az egyetlen dolog, amire oda kell figyelni az anyós nyelv nevelésénél, illetve tartásánál, az az, hogy nem szabad túlöntözni, arra kifejezetten érzékeny. Akár két hetet is lehet várni egy-egy locsolással, és mindig meg kell nézni, hogy száraz-e a földje, tehát addig ne locsoljuk meg, amíg nem szárad ki a földje. Mondhatnám úgy is, hogy ez a növény szeret szenvedni, jól tartalékolja a vizet, nem szabad túlöntözni. Akkor lássuk, hogy hogyan lehet szaporítani ezt a növényt. Előkészítettem a terepet, és nézzük, hogyan kell tőosztással szaporítani az anyós nyelvet. Először is kiveszem a cseréből növényt, és egész egyszerűen szétválasztom. El lehet nyugodtan törni, vagy késsel elvágni, de semmi baja nem lesz, hogyha eltörjük. Látszik, hogy milyen szép fejlett gyökere van, tehát abszolút életképes ez a kis növény is. Én mindig olyan virágföldet szoktam használni a szobanövényekhez, hogy először is egy jó minőségű virágföldet, egy kevés tőzeget és perlitet is teszek hozzá, ami ilyen lassan felszívódó ásványi anyag, és lazítja is a földet, tehát ezeket érdemes beletenni, hiszen hosszú távra ebben kell megélniük a növényeknek. Egy nagyon kevés földet tettem
szanzavéra alá, belehelyezem óvatosan a gyökereket, hogy ne sérüljenek meg, és lehetőség szerint a közepére a cserépnek. Beleállítom, és szépen ezzel a földkeverékkel körbeépítem. Mindenhova jusson, és lehetőség szerint maradjon középen a növényünk, és jól alaposan lenyomom, stabilizálom. Még egy kis földet igényel. Ilyenkor, mikor frissen átültetjük, akkor meg lehet locsolni természetesen, és kap egy kis vizet. Nem kell tocsogósra, szépen lassan be fogja szívni. Ez az egyik szaporítási módszer. Most ugye itt maradt az anyanövényünk, ezt pedig visszaültetem. Ugyanez a föld mehet vissza, és nem is kell nagyobb cserepet használni, mert egyrészt nem is mutatna jól, és van bőven földje, tehát nem nőtte ki, nem élte fel a földet. Arra figyeljünk, hogy ide a közepébe ne kerüljön be föld, vagy ha az ültetéskor be is kerül, akkor azt próbáljuk meg onnan vagy kiönteni óvatosan, vagy kipiszkálni, mert az esetleg a levélfejlődést akadályozhatná. Itt most ugye rögtön lett egy cserépből kettő, úgyhogy már is tehetjük vissza a kaspóba az egyiket, és a másiknak pedig fogok keresni egy helyet, nem lesz nehéz. A másik szaporítási módszer a szanzavéránál a levéldugvány készítése. Én most behoztam egy ilyen szép nagy levelet, ez ugye nem erről a törpefajtáról, hanem a magasabbról származik, és szét fogom vágni darabokra ezt a levelet, attól függően, hogy hány dugványt szeretnénk készíteni, körülbelül ilyen 8-10 centis darabokat vágok belőle. Én megmondom őszintén, hogy ritkán szoktam így szaporítani a szanzavirát, mert mindig vannak sarjhajtásai, amikről lehet szaporítani, de mondjuk, hogyha nektek nincsen csak egy szanzavirátok, mondjuk egy ilyen egyes darab, és nem hozott még gyermeket, akkor nyugodtan meg lehet próbálni így is, és akár így is el lehet ültetni a cserébe, de egy ilyen V alakú bevágást szoktak ejteni ezeken a levél darabkákon, és így beültetni földbe, illetve én láttam már vízbe gyökeresztetést is, nem tudom, hogy mennyire sikeres, nem próbáltam soha, ezzel is meg lehet próbálkozni. Érdemes mindig kísérletezgetni egyébként, mert nagyon klassz dolog a növényszaporítás, hogyha sikerül, akkor különösen, mert saját szaporítási növényekhez mindig jobban kötődik az ember, hiszen új egyedeket tudtunk létrehozni saját gondoskodással. És annyi az egész, hogy ezeket így ezzel a V alakkal beállítjuk a földbe, lenyomjuk, hogy azért a gyökérképződést segítsük, és nyugodtan mindent bele lehet ebbe a cserébe ültetni, mert hogyha kigyökeresednek, akkor szét lehet ültetni, ahány felé szeretnénk. Azt is lehet, hogy egybe hagyjuk, és akkor jó sűrű lesz a cserében, vagy pedig, amikor már gyökeres, kihúzzuk, látszanak rajta a gyökerek, akkor szét lehet ültetni, hát ehhez azért kell várni néhány hetet, hogy meggyökeresedjen, meg fogom locsolni őt is. És nincs más dolgunk, mint várni. Hogyha nem fog meggyökeresedni, akkor fog látszani, hogy elrohad ez a levél, tehát egyértelmű lesz, hogy nem sikerült, mert nyilván 100%-os siker soha nincsen növényszaporításnál, de azt tudom javasolni, hogy próbálkozzatok, érdemes, mert ezek a növények, és hogyha meg akarjuk már vásárolni őket, akkor igen, drágák, tehát 2000 forint alatt már semmilyen szoba növényt nem lehet, egy egészen aprócskát sem vásárolni, ezek a nagy szanzavérák pedig jóval drágábbak, de hát érdemes ezzel próbálkozni.
Remélem hasznosnak találtátok a videót, ha ez így van, akkor kérlek ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, a lájkoknak is nagyon örülök. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!